Szerda délután van, készül a címlap, órák kérdése és megy az újság Pozsonyba a nyomdába. Általában interjú kerül a címlapra, de a 36 oldalon sok minden elfér. Például riportok, mi tényleg oda megyünk, ahol az események történnek. És publicisztikák, nem félünk a vitáktól és a bátor kijelentésektől. A hang.hu oldalon közben folyamatosan és gyorsan reagálunk az eseményekre. De több lábon kell állni, és a könyvkiadás már most egy sikertörténet. Legtöbb emberhez a műsorainkon keresztül jutunk el. Havi nézettségünk már átlépt az 1 milliót. Most épp a friss kultúrtáj készül, de összességében már heti 6 adással jelentkezünk. Köszönjük, hogy támogat minket és teszi alapot. Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolcsal. Ez a Kultúrtája, Magyar Hang kulturális és kultúrpolitikai podcast műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolcsal. Mai vendégünk pedig Bősze Ádám, zenetörténész, zeneantikvárium tulajdonos és még sok más, ezek mind szóba fognak kerülni. Mielőtt elkezdjük a beszélgetést, engedjék meg, hogy szokásunkhoz híván felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Magyar Hang elsősorban a hallgatók, nézők, olvasók jóvoltából működik. Ezért kérjük, hogy ha tehetik, támogassanak bennünket, fizessenek elő lapunkra, kövessenek bennünket a Facebookon, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük szépen előre is. Most pedig akkor vendégünkhöz fordulok. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Bősze Ádám, aki talán a legismertebb a Bartók rádióból lehet a nézőknek, hallgatóknak, ahol egészen idén tavaszik, ha jól tudom, műsort vezetett 15 éven keresztül, tehát egy nagyon megszokott hang távozott a Bartók rádióból, amikor abba hagyta. Erre is ki fogunk térni, most viszont a beszélgetésünk apropója az igazából az, hogy megjelenés előtt áll egy könyv, szeptember 27-e a megjelenés, Nagy zenészek, nagy szerelmek, ez a könyv címe. Híres zeneszerzők szerelmi életével foglalkozik tulajdonképpen. Az első kérdésem az, hogy amikor kutatott ehhez a könyvhöz, mert gondolom jó sokat utána kellett olvasni, mi volt, mondjon egy olyan sztorit, amit talán a legmeglepőbb volt, vagy a legváratlanabb ezek közül, anélkül, hogy aztán az egész könyvet itt ismertetnénk. Azt gondolom, hogy egy sztorit nem tudok mondani, de az mindenképpen megdöbbentett, amikor Claude Debussy-nek, a francia impressionistának, ugye itt szokták őt apostrofálni, zeneszerzőnek az életével foglalkoztam, akiről én nem nagyon tudtam, magánéleti szempontból semmit nem tudtam, de hogy egy olyan, hát mondjuk markáns viselkedésű férfi ember volt, akinek a viselkedése folytán két nő is öngyilkosságot próbált meg, vagy kísérelt meg. Úgyhogy ez mindenképpen egy így felrázott, hogy jaj, akkor ezzel foglalkozni kell. Mert azt gondoltam, hogy Debussy, hát jó, átlapozzuk, úgyse kerül be a szórásba. Azért azt érdemes tudni, hogy ez az egész Nagy zenészek, nagy szerelmek, ez egy teljesen véletlennek a következménye. Nagyon szoktam mosolyogni azon, amikor most pláne, hogy a könyv így megjelenés előtt áll, különféle kommentekben, hozzászólásokban előjön az, hogy Bősze Ádám komoly zene nyári Krisztiánja. Egyszer Krisztiánnal csináltunk is egy ilyen közös posztot, ezt a Magyar Narancs újságírója írta le Hajdanán, és frappáns persze a megfogalmazás, meg abszolút kézenfekvő, hogy nyári Krisztián, aki tényleg hát országosan ismerté ezekkel a magyar írók szerelmi életét feldolgozó történetekkel vált, hogy ez ennek a folyamánya. Nem. Az első előadás sorozat, amit én csináltam, a Három Hollóban Budapesten, az a zeneszerzők halálos betegségeiről szólt, és én teljesen oda voltam a témáért. És lement a sorozat, és hát ilyen mérsékelt látogatottsággal. Azért 30-40-en voltak, és gondoltam, hogy ebből nagyobbat kell csinálni, és elmentem egy budapesti nagyobb, vagy egy művelődési háznak a igazgatóját, megkerestem, és leültem, és azt mondtam neki, vettem a levegőt, és azt mondta, hogy ugye nem ezt a betegséges sorozatot akarod lenyomni a torkunkról. És mondtam, hogy hát van más is. És akkor mondta, hogy mi a téma. És akkor tényleg nem jutott más eszembe, írtam, mondom, szerelek. És mondta, hogy na, az jöhet. És ennek volt a folyamánya ez, ami azt jelentette, hogy egy teljesen más nézőpontból kellett
elkezdjem ugyanazokat a könyveket olvasni, tehát az alapvető életrajzokat olvasni, amelyek aztán ahhoz hozzásegítettek, hogy egy-egy zeneszerző bizonyos magánéleti szakaszát egy kicsit jobban valami részirodalom, vagy pedig leveleknek az elolvasásával egy kicsit elmélyítsen, úgyhogy ez a hátter. De a történetek, különféle zeneszerzőkkel kapcsolatos történetek mellett is szemelvényekként, vagy majdnem lábjegyzeteként megjelennek a Bartók Rádió hallgatói, jellemzően a Bartók Rádió hallgatóinak reakciója hát az ön kommentárjai meg nyilvánulásaira a rádióban, ami legalább annyira izgalmas, mint az egyébként igen-igen pikáns, vagy néhol tragikus történetek, hogy ezek alapján kapott hideget, meleget az olvasóktól, hogyha nem a mondjuk, hogy a komoly zene szigorú szabályait, vagy a komoly zene hallgatás szigorú szabályait betartva nyilatkozott a zenéről, hogy ebben volt valami szándékosság, hogy akkor tágítsa ezt a határt, hogy hogyan lehet a komoly zenét hallgatni, hogyan lehet azzal foglalkozni. Tehát ez egy ilyen missziószerű volt, hogy felvállalta ezeket a konfliktusokat? Nem. Először is az első, amikor elhangzott egy ilyen kritika, tehát adásban felolvastam az engem kritizáló hallgató üzenetét, Az egy ilyen lelki, vagy személyiségfejlődési szakasz, vagy fordulópont volt az életemben. Rájöttem ugyanis arra, hogy nem kell megfeleljek mindenkinek. Tehát ez egy ilyen gátat átszakított. Utána is csak azokat az üzeneteket olvastam föl adásban, élő adásban, amelyek valamilyen szempontból frappánsak voltak. Tehát, hogy kritikai élők volt, de... Vagy a mélyről jövő utálat tette ezeket frappánssá, vagy a jó megfogalmazás, vagy esetleg a humor, de ezek így elő-elő kerültek. Sok-sok évvel később kezdtem észrevenni azt, hogy egyszerűen vágyom arra, hogy küldjenek ilyet, ugyanis, és ezt nagyon ébernek kellett szerintem lenni ehhez, ugyanis ez elkezdett műsorelemmé válni. És ott átestem szerintem a ló másik oldalára, mert minthogyha azzal, hogy vágytam arra, hogy ilyen üzenetek jöjjenek, azzal ugye az befolyásolta azt is, hogy ahogy beszélek, tehát a misszió az már teljesen távol van ettől, és akkor, amikor ez így rossz értelemben kezdett műsorelemmé válni, akkor ebből egy kicsit visszavettem, mondvá, hogy egyrészt nem... Ugye ennek van egy hátulütője, vagy van egy komoly veszélyforrása. Az, hogy ha én beolvasok egy negatív üzenetet, noktáció azt esetleg közzéteszem a Facebookon vagy az Instagramon, akkor 10-20-30 esetleg 100 pozitív üzenet jön. És hogyha ez túl van játszva, már pedig én ott tényleg túl játszottam, nem én írtam az üzeneteket, tehát azok jöttek, szóval olyan tűnt, mintha ha én azért tenném ki, hogy aztán utána napozzak abban, hogy nem tudom, Magdikától Tamás bácsi, mindenki oda van azért, amit én csinálok, és hogy ne törődjek ezekkel a trollokkal. Úgyhogy ezt egy idő után elkezdtem erre figyelni. De nem, missziós dolog nem volt. Én igazából... Amit csináltam, az szerintem, és ezt őszintén mondhatom, az mindössze az volt, hogy végre olyan helyen tudtam dolgozni, ahol tényleg olyan lehettem, amilyen én vagyok. Úgyhogy én ilyen voltam. Nem igazán, nagyon érezhetően nem játszottam szerintem. De van egy ilyen hallgatólagos egyezmény, vagy szabály, hogy hogyan lehet komoly zenéről, vagy azok komoly zenéről beszélni, komoly zenét hallgatni, vagy azok, akikre, ahogy most trollként nevezte meg őket, ők valóban trollok voltak csak, tehát mondjuk egy kisebb, vagy egy kisebbség, akik ragaszkodtak volna ez a karót nyeltnek nevezett stílushoz, vagy? Én azt gondolom, hogy igen, hogy ez egy, szóval kevesebben voltak a negatív kommentelők, csak ugye azzal is vigyázni kell, hogy abból, hogy hányan írnak kommentet, és abból, hogy azoknak a kommenteknek a negatív vagy pozitív aránya milyen, szerintem elég veszélyes végkövetkeztetés levonni arra vonatkozólag, hogy a magyar komoly zene hallgatók 1% az, aki arra vár, hogy nem tudom, minden alkalommal hajtsunk térdet, mikor bemegyünk a Zeneakadémia nagytermébe, és a maradék 99% pedig nem tudom, legszívesebben strandpapucsal dobálná a hamisan játszó zongoristákat. Szóval ez egy ilyen két véglet, de nem,
szóval nem mernék ilyen következtetés levonni. Az biztos, de ez már inkább az én véleményem, hogy az a fajta komoly zene, komoly zenei, hát hogy mondjam, hozzáállása a muzsikusok, meg az egész koncertvilág részéről, ami nem csak Magyarországon általában van, az nagyon sokáig nem tartható. Tehát tényleg van egy ilyen karult nyeltség minden egyes koncerten is, és simán rá lehet ijeszteni egy nem tudom, egy komoly zene, egy nagyon komoly zene rajongóra azt, azzal mondjuk azt mondom neki, hogy Hans Christian Mozart. És akkor azt mondom. De hát, hogy... Sokat beszélek, és elfelejteni akkor a kérdést. Ja nem, igazából pont erre akartam megkérdezni, hogy milyen a komoly zenei közönség, és hogy milyennek kéne lennie, vagy hogy... Nekem van egy véleményem, de én inkább ezzel a véleménnyel nem azért hangoskodom, mert tudnám a megoldást, hogy milyennek kellene lenni. Én inkább azt vállalom, vagy szívesen vállalom, hogy egy ilyen könnyen törhető faágat úgy szívesen belakok a komoly zene élet bicikléjének küllői közé, hogyha ezt a képet így valaki elég érthető, de bár borzalmas. Szóval, hogy inkább én ezt így szeretem karcolgatni, de tényleg csak karcolgatni. Azért, mert ugye mindenki, akivel én a komoly zenei életben úgymond együtt dolgozom, arra panaszkodik, nem csak nálunk külföldön is, hogy jaj, a fiatalok nem jönnek a koncertre. És mivel én nekem volt elég komoly szerzetesi tapasztalatom, és a katolikus egyházban ugyanez volt a panasz, hogy jaj, a fiatalokat hogy lehetne megnyerni, hogy jöjjenek misére. Hát sajnos az a helyzet, és most a katolikus egyházat hagyjuk, sajnos az a helyzet, hogy én nem csodálom, hogy nem jönnek koncertre. Tehát, hogy miért jönnének? Nyilván egyrészt van a klasszikus zenének egy ilyen, hogy mondjam, egy olyan vetülete, hogy meg kell érni hozzá. Tehát, hogy nem, azért nem kár bejönni koncertre, hogy valakit nem tudom leüljön, és akkor hallgasson Schönberget így. Vivaldit esetleg, hogy Telemannt lehet így hallgatni. De hogy egyszerűen figyelni kell. Tehát ez olyan dolog, mint hogy egy regényt elkezdek olvasni, akkor nem hallgatok közben valami olyan zenét, amire figyelek, és közben csak úgy pörögnek a betűk előttem, hanem figyelek rá. De ez az egyik rész. A másik rész viszont ez a hihetetlen sznobizmus. És ez az állarc mögé bújás, ez viszont vérlázító szerintem. És ezt a zenészek alakították ki maguknak. Nagyon kevés az őszinte zenész szerintem, aki őszintén vállalná azt, hogy vannak új gondolatai azzal a művel, és azok az új gondolatai azok nem azok, hogy most meg... Mit szoktak mondani? Hogy most csináltam Don Giovannit. Mintha töltött káposzta lenne. Tehát, hogyha van valakinek kreatív, forradalmi gondolata egy zeneművel, akkor azt adja elő, akkor vigye. Tehát akkor az a fiadalokra is kell, hogy hatással legyen. Az, hogy most csinálunk Don Giovannit, vagy megcsináljuk Beethoven opusz, nem tudom, 111-es zongora szonátáját, hát kit érdekel? Persze egy bizonyos társadalmi réteget érdekel, de azokat is csak így, hogy hát ez nem baj, hogyha nem rász föl azért. Tehát, hogy jó, elmentünk Magdikával, meghallgattuk, hogy hajtad, nem ránk kérdez, hogy még mindig milyen szép. És akkor ez a vége az egésznek. Tehát ez a fölrázó része a klasszikus zenének, vagy zenei életnek nincs. És ennek van, tehát akár statisztikák, vagy tendenciák megfigyelhetők, hogy kevesebben járnak? Tehát, hogy fogy el a közönség? Én nem tudom, én csak a panaszt hallom, én nem vagyok ebben szakember, én erre vannak kiváló muzsikusok, akik ilyen-olyan konferenciára járnak, már úgy értem zenei életszervezők, akik tudják ezt számokra levetítve mondani, hogy Ausztriában ennyi, Németországban állunk meg ennyi. De én csak ezt a fajta... Én ott vagyok a művészbejárónál, és én hallom azt, hogy mit mondanak a művészek, amikor kijönnek. És nagyon ritkán hallom azt, hogy végre, és láttad, hogy az első sorban elsírták magukat? És láttad, hogy hajba kaptak? És láttad, hogy... Annyira mérges volt ettől a Beethoven, tudod az illető? Nagyon ritkán van ilyen. Általában az van, hogy szóval ez a kicsit ilyen kérges hozzáállás. Jó, megcsináltuk, jó voltál, Lajcsikám, te is vagy. Úgyis az államtól kapjuk a pénzt. Olyan nagy, hogy mondjam, problémát nem jelent, hogyha félház volt. Olyan nagy problémát nem jelent, hogyha holnap úgyis megyek máshova.
Szóval nem érzem ennek a kihívás jellegét, ezt a fajta közönségtől való eltávolodást, ezt kifejezetten károsnak tartom. És hozzátéve azt, hogy ugye vannak azok, akik azt mondják, hogy hát én nem tudom, ámorban játszom 3-4 órát, és közben dobok szólnak, és ágyúval kilőnek 48 ezer békát, és fantasztikus, hogy az emberek ezt hogy szeretik, az egy teljesen más dolog. Attól, hogy a közönség azt szereti, attól nem biztos, hogy az a zene igényes, tehát az a hivatkozás sem érvényes. A forradalmi gondolat az, amit én hiányolok, a tüzet. És mondjuk, hogy a közönség szempontjában nézzük, hogy elég sokszor elhangzik kritika a közoktatás beli zeneoktatás vagy zenei képzés illetően. Nagyon sok művésztől is hallottam, kevés az óraszám, vagy alacsony óraszámon tanítják, vagy egyáltalán nem is tanítják. És ugye nyilván ez akár, hogyha mondjuk a képzőművészetet nézzük, ahogy vizuális kultúrára való nevelés nélkül nehéz elvárni, hogy egy társadalom érzékeny legyen, akár az építészetre, de hogy mondjuk a zenében ez hogy van, és ez mennyire függhet össze a közönség viselkedésével? Biztos, hogy nagyon szoros kapcsolat van a képzés, az oktatás és a közönségnek az értelmi vagy szellemi igények között. De nem merném a bátorságot venni ahhoz, hogy bármit a közoktatásról mondjak. Nem azért, mint hogyha félnék, hogy megérkezik a tech, hogyha bármi rosszat mondok, hanem azért, mert nincs információm róla. Évtizedekkel ezelőtt tanítottam egyszer másfél évig egy fiú gimnáziumban éneket. Ott hallgattunk Gangsta Zolit, tehát pontosan azért, hogy összehasonlítsuk ezzel vagy azzal, tehát, de én nem a tanterv szerint mentem. Tehát nekem azért, hogy mondjam, kicsit könnyű a helyzetem, vagy kevésbé felelősségteljes a helyzetem, mert én a magyar zenei életben, legyen szó közoktatásról, mert zenei közoktatásról, vagy hangverseny életről, én a partjelző vagyok. Tehát nem, legfeljebb a partjelző szintjén vagyok, aki picit bele kontálkodhat a játékba, de a pályán kívül van. Minden zenetanár, zenetanuló, muzsikus, zenei életet irányító ember ott van benne a pályán. Én, nekem ez a kényelmes helyzetem, ez megvan. Nyilván erre is mondhatják, hogy jó, hát a bőszének könnyű, mert most mit veszít vele? Hát van egy antikvárium, hát majd eladogatja a kottáit, tehát legfeljebb nem hívjuk el. Ez ugyanaz, mint most volt egy koncert, fölvette a valamelyik csatorna, és én elkezdtem biztatni a közönséget, hogy nyugodtan tapsoljanak a tételek között is. Mert az a lényeg, hogyha olyat hallanak, ami megmozgatja őket, akkor ezt fejezzék ki, nem foglalkozzanak azzal, hogy most már nem tudom, majd kiviszik őket a biztonsági őrök. Mert ez a lényeg az egésznek. Tehát az, hogyha Joseph Haydn hazaírta Angliából Bécsbe, hogy nézd, hát itt megtapsolták a szimfónia minden egyes tételét, a másodikat annyira megtapsolták, hogy meg is kellett ismételni, hát ma egy karmesternek annyira tapsolna a közönség, hogy egy Haydn nagy londoni szimfóniának a lassú tételét meg kellene ismételni, ez kitérne a hitéből. Ugye ez van, hogy hiába van bármilyen elánul első tétel, retteg a közönség, hogy nehogy valaki beletapsoljon, mert ez mennyire ciki. Szóval, hogy én ezt elkezdtem ott hirdetni a közönségnek, és kaptam utána egy SMS-t az illető szerkesztőtől, hogy szia, jó voltál, brillíroztál, de ha nem haragszol, ezt a tapsos dolgot ki fogom vágni. Nyilvánvalóan azért, mert neki könnyű dumálni, de hogy ez egy csomó minden mást is, nem tudom, meglazíthat. És ezek a szabályok mennyire, ugye említette, hogy a zenészeknek mondjuk a támogatási rendszert nézve szinte mindegy, mert ugye a pénzt... Hát, sajnos igen, de ilyen mérvű kulturális támogatásnál ne csodálkozzon senki, hogyha az ember azt mondja, hogy na ja, hát akkor nekem biztosítva van az életem. Ezt csak azt is kérdezem, itt mondjuk vonhatnánk akár egy párhuzamot a magyar focival is, mert hogy nagyjából ugyanezt a szakértők ugyanerre fogják. Hát, de nem, ennél jobban nem megyünk bele. Nem csak azért is akartam erre rákérdezni, hogy közben meg nagyon sokszor azt halljuk, hogy ez vagy az a zenekar, ez vagy az a művész, világszínvonalú, milyen, mekkora sikereket ér el külföldön, mármint magyar művészek, magyar zenekarok, hogy akkor ezt is mondjuk árnyalja ez a mármint ezt a státuszt, ez a helyzet? Nézd, ez egy ipar, és tehát ez egy olyan biznisz, ahol van kereslet és van kínálat. Tehát az emberek jelentős része hozzászokott ehhez a komoly zenei élethez. Tehát az, hogyha Haydn-t hozom a 18. század végéről, hogy tapsolnak, meg ugye van ez a
legenda, hogy a Haydn csodaszimfóniája azért kapta a csodaragadvány nevet, mert amikor eljátszották, belekezdtek a tételbe, akkor a londoni közönség odatódult a zenekarhoz, mint egy popkoncerten, és hátul leszakadt a csillár. És nem halt meg senki, mivel mindenki odatódult. Most képzeljék el azt, hogy most, hogy egy anakronizmust mondjak, ha a MIPA színpadára egyszer csak megjelenne Michael Jackson, akkor a közönség nagy része oda menne, és azt mondaná, hát, de hát meghalt, hogy mi történt. Tehát, hogy egy ilyen mérvű hatása volt Haydnnak és a zenének. Amit én elfelejtettem, hogy mit akarok mondani. Szóval, hogy... Ja igen, hogy ez egy kereslet kéne. Tehát vannak emberek, akik ebbe beleszoktak. Ez a 19. század vége, 20. század hagyománya, hogy ilyen a koncert életünk. Lámpák le, elegáns ruhában vagyunk. Ez a felső 10 000. Tehát, hogy ők... Tehát nyilván ugye beletartoznak a kritikusok. Tehát, hogyha New York Times azt írja a budapesti fesztiválzenekarról, hogy nem tudom, a világ egyik legjobb zenekara itt volt, ez így is van. És ez egy fantasztikus dolog, hogy a fesztiválzenekar tényleg ennyire sok földrészre viszi el Budapest nevét, meg a magyar kultúrát. Én nem mondom, hogy ez nincs szükség, óriási szükség van rá. Csak hogy ez egy bizonyos rétege a társadalomnak. Nem látok ott, nem tudom, gót ruhába levő, meg sminkkel ülő fiatalokat, hogy ezt a Brahms negyediket, ezt nem tudom, ezt kiplakátolom, poszterként kirakom a falra. Ez egy dolog. Én az óriási tömeget, a mögötte levő tömeget nem érzem. És az a másik, hogy ugye mivel ez egy biznisz, hogy ebben benne van a kritikus is. Tehát, hogy ezt fenn kell tartani. Ez egy csomó embernek az érdeke. Legyen is érdeke. Tehát ez egy nagyszerű dolog. Csak hogy legyen érdeke. Önös érdeke, hogy valami jót hozza létre. Ne az legyen, hogy jó, oké. Okay. Mm. És egyébként az, hogy a komoly zene, vagy a klasszikus zene az ilyen tömeg zene legyen, ahogy tetszik. Ugye gondolom Haydn korában ez számított a mai könnyű zenét. Nem. Haydn korában megvoltak a táncok. Tehát Haydn is és Mozart is egy csomó, több száz táncot komponált. Az emberek táncoltak, tehát parkokban például játszották a parkban a fúvós zenekarok az átiratokat, a bálokon a tánc volt úgymond a popzene, még akkor is, hogyha Haydn írta, meg Mozart írta. Nem hiszem, hogy a klasszikus zenéből tömegtermék lehet ebben a tekintetben. Mégiscsak hozok ilyen katolikus egyházbeli hasonlatot. Tehát, hogy most ugye ott van vasárnap a katolikusoknál a mise. Vasárnap az emberek jelentős része kocsiba ül, és elmegy, fölkeres egy nagy áruházat a város környékén, nagy bevásárlást tartanak, és ez egy ilyen ünneppé válik, hogy kell most akkor megtöltöttük, amennyire tudtuk a kosarat, hazavisszük, ott van velük a kis Beuska, meg a Lacika, kapnak egy nyalókát, az is nekik is ünnep. De hogy az emberek energiát fektetnek abba, hogy vasárnaponként, délelőtt, vagy akár, hogy bármi más csinál, a testi vágyaikat kiszolgálják. Ha lenne egy gyújtó hatású pap, aki beszél, ott van Pál Feri például, akinek tömegek járnak a miséjére, bőven lehetne egy ember a városon kívül, aki azt mondja, hogy tessék, akkor most egy 2000 fős csarnokban lesz a mise, és nem, nincs az a kényszer bennünk, hogy akkor tessék, minden egyes templomba kell pap, mert ott a Margitkáéknak, azért a 3-4 embernek is kell. Tehát félre ne értsék, ezek hasonlatok, tehát hogy ezt jól kell érteni. Tehát ez a fajta tűz az ami mindig elfelejtem a kérdést. Lehet többek őszintén? Válaszolt is. Tehát, hogy lehet-e tömeg nem, mert ahogy egy regény sem lehet tömegtermék, vagy egy vers sem az, tehát amihez figyelni kell. Nem. Tehát az a popzene az azért popzene, mert nem kell figyelni. Tehát ez egy a klasszikus zene élvezete, a szellemi élvezet, tehát szellemi energiát kell bele, hogy mondják, a belefetszölni szépen. Belefektetni. Belefektetni, köszönöm szépen.
figyelni kell. Beethoven mondta azt, hogy ha igen, bonyolult a vonós négyesen, hallgassák meg még egyszer. Miért nem lehetne? Lehet olyan koncertet is csinálni, hogy egy művet játszunk. Hogy ez a másik, hogy a zenész kimegy az színpadra, és nem tud megállt parancsolni magának, ezt is el akarja játszani, azt is, hogy jön a Józsika, stb. És ilyen monstre koncertek lesznek, éjfélkor van vége, tehát hogy mindenki már a pokolba kívánja az egészet. Vladimir Horowitz nagyon jól megmondta, vasárnap délután 16:30 vagy 17:00 kell kezdeni az zongora koncertjeimet, azért, mert hétközben a férfiakat a nők nem fogják elcipelni a hangversenyre, mert a férfiak fáradtak, másnap hétfő van, vasárnap délután, a siesta után eljönnek egy koncertre, és nem túl hosszú hangversennyel megkoronázzák a hetet. És ez egy Horowitz volt. Jó, hát nagy bohóc volt azért Horowitz, de azért ebben van valami, hogy igen, tehát hogy ez egy ünnep, amire figyelni kell ahhoz, hogy a részletek kiderüljenek, hogy szellemi élvezet legyen, és akár el lehet játszani művet kétszer, nem kell, hogy unalmas legyen, hanem föltárulhatnak új és új dolgok. Mikor nélkül, hogy a régen minden jobb volt sirálmait idéznénk, az sokszor felmerül, akár hogyha mondjuk a ma már nem létező műveltségi, televíziós műveltségi műsorokat nézzük, akár a olvasási szokásokat, amiről ugye pontos statisztikák is készülnek, akár mondjuk a zenehallgatást, hogy régen tényleg minden jobb volt, hogyha... De pont ez a kérdés, igen, tehát hogy ez a kérdés, hogy vajon azt műsorvezetőként a Bartók Rádióban hogyan élte meg, mennyire változott az a helyzet, ami mondjuk gyerekkoromban emlékszem, hogy a betelefonáló egy-egy, akár irodalmi, akár zenei kvízműsorban hatalmas tudású emberek voltak, és nagyon sokan, legalábbis most egy nagyon szubjektív tapasztalat alapján, többen tudták, hogy miről van szó, többen figyelték ezeket a műsorokat, mint manapság, ami valószínűleg, hogy vajon ez mennyit változott, és műsorvezetőként ebből mennyit vett észre, vagy hogyan változott a társadalom ilyen szempontból? Én nem tudom, olyan pici szelete a társadalomnak, olyan pici, ám meghatározó szelete hallgatja tudomásom szerint a Bartók Rádiót, hogy ebből ilyen messze menő következtetést megint csak nem mernék levonni. Azt mondja, hogy régen voltak műveltségi betélkedők, ma van kocsmakvíz. Múltkor álltam a söntésnél, és vártam a sörömre, és ott ment mögöttem valami kvíz, és így néztem magam elé, hogy oda, tehát hallottam a kérdést, azt se tudtam, miről szól a kérdés, nem, hogy a választ nem tudtam. Tehát ezek ilyen relatív dolgok, szerintem most lehet, hogy nem szabad összeretni a kocsmaki kvízt Mágó István vagy Egri János műsorával, de hát azért szóval nem tudom, hogy változott a társadalom. Az biztos, hogy a fiataloktól ez sokkal nagyobb ütemben, vagy sokkal erősebb ütemben távolodik ez az egész mostani komoly zenei élet. Nem tudom, ismerik-e a Csíkszerda kórust, vagy a Soha Róza, Tóth Árpádéknak ezt a... Jaj, a hölgynek a nevét elfelejtettem sajnos, úgyhogy türelnézést kérek. Szóval ezt a fajta mozgalmat. Milyen érdekes, tele van fiatallal. Kórust ének, oratóriumot énekelnek, ilyen projektben kórusok éjszakáját szerveznek. Na hát, egyikünkön sincs frak. És csillogó szemmel énekelnek, műkedvelők, tömegesen. Ez kell egy úttörő, egy gyújtó személyiségű ember, aki ezt tudja csinálni, tudja képviselni. És persze, a komoly zenészeknek azt mondjuk, hogy jaj, hát igen, kedvelő, stb. Itt, ott a tűz, tehát hogy meg kéne nézni a statisztikákat, hogy hányan tanulnak zenét, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a pusztán zenehallgató fiatal az mint ilyen, nem tudom, tömeg, vagy néhány ember, az így nehezen képzelhető el, mert a pusztán zenehallgató az inkább idősebb ember, aki tényleg beül a szürke Mercedesébe, tehát egy ilyen, nem tudom, egy társadalmi, egy felső társadalmi, tehetősebb társadalmi réteghez tartozik, beül, a felesége ott van, mert túl vannak mindenem, már a kríziseken, már az a cél, hogy a lehető legkényelmesebben jussunk el a sírig együtt. És akkor bekapcsolják a Bartók Rádiót, vagy nem tudom, Beethoven szonátát, és akkor suhannak halkan az légkondis autóban, és hallgatják a klasszikus zenét. Ez egy másik réteg.
A fiataloknál az az érdekes, hogy ki az, aki elkezd zenével foglalkozni. Tehát amikor a zene elkezd kreatív dologgá, tehát teremtő dologgá válni, fogok egy gitárt. Én is így kezdtem, elkezdtem, megtanultam a börtön ablakában, és valamilyen sikerélmény volt, hogy nekem azzal kezdődött az egész komoly zenei életem, meg rajongásom előtt, én Sex Pistolst hallgattam. És az, hogy elkezd valaki egy hangszeren játszani, az, hogy elkezd egy kórusban énekelni, az, hogy valamit zenél önmaga, az egészen más hatás. Tehát annak ilyen hormonális hatása is van az emberre, és az sokkal inkább oda tudja kapcsolni a klasszikus zenéhez, és koncerthallgatóvá tudja tenni. Tehát ezt nehéz így elmondani, hogy mennyiben változott a társadalom, hogyha mondjuk kevesebben tanulnak zeneiskolában, kevesebb hangszer fogy például, akkor változott a társadalom, akkor ez rosszabb lett. Ha több hangszer fogy, de most itt értem a elektromos gitárt is, vagy a szaxofont is, vagy bármi más, akkor jobb a helyzet. De ezeket sajnos én nem tudom megmondani. Mint műsorvezető sem tudom megmondani, mert most az a 100-200 SMS, ami hozzám megérkezett, hát most abból nem szeretnék semmit levonni. Ugye az elején mondtam, ez egy kulturális és kulturpolitikai podcast, most egy nagyon picit a kulturpolitika felé. Ahhoz sem mondtak be. Ahhoz szerintem senki nem ért. Igazából tényleg ebből a... Tehát látni bizonyára lát dolgokat, nem annyira konkrétat fogok kérdezni, ami ilyen speciális tudást igényel, hanem ugye mostanában voltak ügyek az operaházi igazgató, főigazgató választás, most éppen aktuálisan, vagy mostanában a Zeneakadémia körüli, hát botrány, ha mondhatjuk így, vagy legalábbis történések. Azt hogy látja kívülről, vagy félig belülről, hogy ugye a politika mindenhol most már jelen van Magyarországon, a kultúrában ugyanúgy, ez tulajdonképpen egy meghirdetett programja is a kormányzatnak, hogy a kultúrát is hát meg kell szerezni, vagy uralmuk alá hajtani. Hogy látja, hogy a maga a zenész társadalom az mennyire megosztott ebben, mennyire, egyáltalán mennyire hat rá ez a politikai nyomulás? Én nem tudom, hogy tényleg az én szubjektív véleményemet kérdezi, én nem érzem azt, hogy ugye én a Kádár rendszerben nevelkedtem, hogy a kultúra az azért nagyjából mindig valamilyen fajta. Tehát a politika mindig éreztette a hatását a kulturális életben. Nekem így tűnik, nem érzek, mindegy, szóval azt, hogy mit érzek, azt hagyjuk, de nem tudom megmondani, ez nem biztos dolgot, nem határozott véleményem nem lenne. Tehát azért én sokkal, igyekszem ezt sokkal távolabbról nézni. A zenészeket még nem ismerem annyira, tehát hogy én nem túloztam ezzel a partjelző dologgal, én oda megyek a Zeneakadémiára, ahogyha éppen még valami műsorvezetésre fölkérnek, mint most a Bartók versenyen. Egy-két muzsikust ismerek, azt tudom, hogy van néhány zenész barátom, akik politikailag rendkívül határozott véleményt képviselnek, és amikor leülünk sörözni, akkor elmondják, hogy na, te képzeld el, találkoztam az Andikával, vagy a Jancsival, tehát, hogy ezek fasiszták lettek. És ugyanígy a fordított oldalon, hogy azt mondják, hogy csak nem képzeled azt, hogy én bele le fogok ülni, hát ez nem tudom. Cipője sincs rendesen bekötve. Szóval ilyen... Van ilyen is, olyan is. Szerintem ugyanúgy megvannak osztva, mint ahogy a társadalom. De ugye rendkívül fontos az ő szempontjukból, hogyha zenekari zenészekről beszélek, az, hogy nekik tényleg az életük múlik azon, hogy az állam meddig áll mögöttük. És ez egy nem kis felelősség állami oldalról is, azzal dobálózni, mivel egyébként évtizedek óta dobálóznak, hogy minek ennyi szimfonikus zenekar, mert hogy drága. Először is szerintem az összköltségvetés tekintetében szerintem elenyésző. Én inkább ezt a tűz oldaláról, a kreativitás oldaláról nézném, hogy tényleg van-e ennyi tüzes ember Magyarországon, aki meg akar, ki akarja fordítani sarkából a komoly zenei világot. Nem feltétlenül költség volt a láról. Ez is egy régi szlogán már. Amíg tartottad, hogy ilyen szempont az állami megfontolásoknál nincsen, hogy valaki kreatív. Viszont ugye itt az is fölmerül egyrészt a támogatások elosztása kapcsán, ami nem csak nyilván nem csak az animátor, a kultúra minden területén, ha mondjuk most a színházat nézzük, azt hiszem, hogy ez a legeklatánsabb példája talán, hogy azok, ahogy ön fogalmazott, azok a forradalmi, vagy tüzes, vagy kreatív energiák,
amelyekre talán szüksége van a műfajnak, azok olyan csoportoknál összpontosulnak, akik jellemzően egy fillért sem kapnak az államtól. Tehát ez viszont azért egy kicsit megosztja, nem is kicsit, nyilván megosztja a társadalmat, csak hogy nem mint a kultúra vagy a színházi közeget például, de hogy itt azért ez, nyilván ez a támogatási rendszer, az egyfajta értékítéletet is tükröz. Ugyanakkor meg, ahogy ön is mondta korábban, hogy vannak azok a komoly zenésznek csúfolt produkciók, akik különféle showműsorra próbálják meg eladni azt a nyilvánvalóan nem komoly zenei műsort. És hát az de lehet, hogy ők egyébként azt is mondják, hogy ez nem komoly zene, amit csinál, a komoly zenei alapú show. De hogy minden esetre ők azért, tehát hogy azt is látjuk, hogy a hatalom, most nem akarok zenészeket megnevezni, de azt láttuk, hogy mondjuk a miniszterelnök milyen zenészekkel együtt mutatkozik, ami nyilván egyfajta példa is lehet a társadalomnak. Tehát, hogy ilyen szempontból ezt hogy látja, hogy hogyan viszonyul a hatalom ahhoz a kultúrához, ami mégiscsak a nemzet egyik, most ez nagyon patetikus hangzik, de mégis a megtartó ereje végső soron. Én ezt ennyire nem sarkítom ki, értem a kérdésnek a forrását, én pont nem érdekel, hogy felőlem Kisgrofóval, nem ki, Szijjártó miniszter. Hát ő sok mindenkivel pózolt közösen, igen. Majkával, mit érdekel? Ő a Majkával, igen, a miniszterelnök a Kisgrofó. Igen, tehát nagyon sajnálom, tehát hogyha ők ilyen zenét hallgatnak, hát szívük joga, hát borzalmas lehet ilyen zenén élni, én ki nem bírnám. Egy Kisgrofó számot hallottam, de csak azt is azért néztem meg hallgattam meg, nem tudom a címét, nem tudom megmondani. De elég valami, neki. De valami több tízmilliós, vagy százmilliós, vagy nem tudom megtekintése, nem is tudom elképzelni, hogy hogyan, minden esetre itt, mint ilyen látványosság, azt megnéztem. Szóval az nagyon rossz lehet, vagy azt, hát azt tényleg csak sajnálom, hogyha valakinek Kisgrofót kell hallgatni. Nekem az ízlésemtől teljesen távol áll, de nem érdekel, hogy akár a miniszterelnök úr, vagy bárki, a zenei ízlése az tőlem, nekem nem érvadó. Tehát így a példa mutatás tekintetében én ezt nem érzem annyira gáznak egyébként. Tehát most persze lehet mondani, meg ez ilyen könnyű préda ez a sztori arra, hogy Kodály országában Kisgrofóban fogom. Na mindegy. Szóval, hogy hol tartottam? Csak ez a hatalom kultúra példa, ja. Vagy kultúra területén mutatott példái. A pályázatokról, hogy az elosztás. Hát illetve a támogatás elosztás, ami szintén, ez is egyfajta értékidéletet tükröz, és amíg mondjuk szintén nem nevesítek, de hogy vannak olyan magán jellegű színházak, amelyek több százmilliót kapnak, addig például most az Átrium beszüntető, illetve az Átriumot üzemeltető cég kivonul, ami megint csak olyan... Nem fognak engem szeretni ezért, de azt legalább annyit higgyenek el, hogy tényleg őszinte, amit mondok. Nekem a színházi világ az egy nagyon-nagyon távoli terület, tehát valamiért nekem ez egy még felfedezésre váró dolog. Nem tud, ebben sincs egyáltalán szakértelmem. Hallom, olvasom az írásokat, hallom, megértem a felháborodást, hallom másik oldalnak, sok szempontból megérthető másfajta felháborodását, de nem mászom bele. Én, amit a saját magam részére követendőnek tartok, az, hogy én a saját produkcióimmal nem pályázom sehova. Én úgy próbálom a saját előadásaimat, zenetörténeti sétáit vinni, hogy azokat a közönség tartsa el. Persze nem vagyok teljesen vak, tudom jól, hogy egy művelődési házat is valamilyen szinten az állam tart el. Nem mondjuk, hogy én egy művelődési házzal úgy tudok megegyezni, hogy teljesen a bevétel függvénye az, hogy én mennyit viszek haza, akkor egy kicsit fairnek érzem magam. Egyszer pályáztam előadássorozattal az NKA-hoz, akkor egy kedves zenész barátom jött az ötlettel, és mondtam, jó, hát akkor pályázzunk. De mivel aztán neki ugye elment a kedve tőle, amikor nyertem a pályázaton, akkor direkt nem írtam alá a szerződést, mert nem akartam pályázati pénzt belehozni. Úgyhogy én szerintem a közönségnek a közönséget kellene elkezdeni jobban becsülni. Pláne most, amikor az embereknek egyre kevesebb pénzük lesz arra, hogy vásároljanak jegyet. És tehát én inkább azt értékelném föl, hogy vajon a közönség mit választ. És megint csak nem a 80 ezer békát ágyúból kilövő sorra gondolok, hanem egy bizonyos kulturális, magas kulturális berken belül.
És én biztos, hogy örömmel zárnék el csapokat, de az a csap, az fő csap legyen, és akkor nézzük meg, hogy ki az, aki ítéletben tud maradni. Mm. És akkor lehet, hogy kevesebb kell legyen, de az a csap akkor odaforjon, ahol a közönség is jobban megjelenik. Egyébként ez a műfaj egyáltalán űzhető nagyon komoly támogatások nélkül? Tehát olyan példa van, mondjuk egy, nem kell, hogy szimfonikus zenekar legyen, de egy kisebb zenekar, akár hát most képes ezért lenne a piacról? Nem a piacról, a közönség, tehát akár New Yorkban, akár Londonban, tehát ugye a szimfonikus zenekarokat nézzük, sokkal több a magántámogatás, tehát sokkal nagyobb a embereknek, cégeknek a szponzorációja. Nincs rászorítva egy zenekar arra, hogy most szponzorokat, támogatókat keresen. Meg tudjon győzni valakit, nem tudom, egy békagyártó céget, hogy ennél a példánál maradjak, hogy figyelj, neked ez fontos, tehát hogy a lelkednek is fontos, hogy jó helyre menjen, mert itt, ahogy szám több ezer embernek a szellemi élvezetét hozzuk el, és tesszük az életét sokkal jobbá, sokkal élhetőbbé, sokkal értékesebbé. És ezek ilyenkor már nem szavak, hanem ilyenkor ugye rá van kényszerítve a zenész is arra, hogy tessék, akkor olyat adjunk, aminél te is látod, főbékegyártó úr, hogy ez megfelelő helyen. De Magyarországon ez szinte teljesen hiányzik. Ugye volt a kulturális TAO támogatás, azt kivezették, és mondjuk amíg a sportban ez működik, és ott a cégek elemi érdeke, hogy ők szeressék a labdarúgást például, addig a kultúrában ez nem nagyon látszik, pedig megvan az hát azért már bocsánat, de a kulturális életben, tehát hogy én nem tudom, hogy mi volt a háttérben, hogy miért vezették ki a TAO-t, de hogy visszaélések voltak, és nem kevés. Igen. Azt tuti. Hát volt egy nagyon nagy visszaélő, akit ne nevesítsünk, és ezt gyakorlatilag miatta vezették ki, mert őt tömpészedett be, mint az operaház összesen egy év alatt, de mindegy, ez zárójeles. Nem, hát csak hogy igazából itt inkább a kérdés arra a mecenatúrára, vagy arra a rétegre vonatkozik inkább, amely megtehetné, mert szerintem Magyarországon most már kialakult egy olyan vagyonos réteg, amely... A vagyonos réteg elmegy a MÜPÁ-ba, elmegy a Zeneakadémiára, a legjobb külföldi zenekarok és előadók koncertjeire, támogatott áron, most már ez azért kezd változni, támogatott áron, pont az a réteg vesz ott részt a koncerteken, akinek egyébként lenne pénze arra, hogy 100 000 forintot kifizessen a MÜPA első soráért, nem tudom, XY világsztár művésznek a koncertjén. De ezek csak ilyen részletek, én ezt nem látom át a maga teljességében. De bocsánat, csak hogy nem akartam, csak hogy a vagyonost inkább úgy értem, hogy azok, akik nem csak hogy megvennék, de mondjuk nyugodtan bele tudna fektetni, fönn tudna tartani akár egy egész évben egy színtársadot, egy zenekart. Tehát, és ez azért még akár, hogyha a régiót nézzük, amennyire átlátom, ez megvan valahogy Magyarországról hiányzik. Ez, hogy persze vannak olyan, mert nyilván a Prima Primissima díj, és jó pár olyan egyéb, ami a kulturális életben igen komoly és meghatározó hozzájárulása hát nem tudom, milliárdosnak, de hogy ennek nincs rendszere, mert hogy azért ezt a kulturális életet, ami Magyarországon van, az a réteg valószínűleg könnyedén eltarthatná. Hát mondjuk így, mondjuk inkább azt, hogy ez a mostani magas lángon égő kulturális támogatás, ez a rendszer nem a fele hajtja a művészt, hogy üzleti kapcsolatot keressen a közönséggel, hanem inkább az elkényelmesítés fele viszi őt. Miért fektessen bele külön energiát? Ugye régen, amikor jött a 90-es évek elején, meg a 80-as évek végén elindult ez a menedzser korszak, és mindenki májva színű zakóban hajtotta a szponzorokat, 46 névkártyát lobogtatva, akkor ugye ez egy ilyen delíriumos álom volt, hogy hát akkor majd innen támogat, szerezzünk szponzorokat, és milyen jó lesz. És akkor nagyjából kirajzolódott az, hogy egy-két nagy vagyonos ember elkezdett kultúrát támogatni, például a Postabank, és akkor ott megmozdult néha a föld, ezek eltűntek, stb. Mivel a magyar társadalomban sincs, sem volt ennek múltja, tehát ilyen New York-i, londoni mintára vett múltja, nehéz ezt számon kérni most az eliten, hogy miért nem támogatják, de az biztos,
hogy ez nem segít. Tehát hogyha efele haladunk, akkor ez ebben kontraproduktív, hogyha az állam ennyire támogat. Tehát vannak dolgok, amiket meg támogatni kell. Tehát, hogy az úttörő jellegű kortárs zenei dolgokat, amik tényleg azért nagyon eltávolodtak a közönségtől, azokat muszáj támogatni. Már kicsit olyan, mint hogyha nem tudom, a kémiai kutatásba fektetnénk a pénzt, az is egy-két kortárs zeneszerző. De hát ez a klasszikus zene útja jelen pillanatban, ez nagyon lehet változtatni akkor is. Tehát van ahol, tehát nem mondom azt, hogy támogatás nélkül ez működik, csak nyilvánvalóan ez a fő csontdolog, ezt talán. Ez nagyon jól említi ezt a kortárs zenét, ez igen. Érdekel engem kívülállóként, hogy igen, tehát akkor ennek ez a szerepe tulajdonképpen, mondjuk egy a közönség által most még nagyon nehezen befogadható vagy érthető kortárs zenei mű, az azért lényeges a komoly zene fejlődését tekintve, mert olyan utakat keres vagy fedez fel, amik aztán később. Nézze, hogyha abból indulunk ki, hogy a klasszikus zene hallgatása az szellemi élvezet és figyelmet, koncentrációt kíván, akkor a kortárs zene mindjárt más fényben tűnik fel. Tehát én most elmegyek a BMC-be egy kortárs zenei koncertre, és ott kipécézek magamnak egy darabot előre, és azt mondom, hogy jó, akkor elkezdek utána olvasni, hogy miről szól ez a darab. Ha nem ősbemutató, akkor esetleg meghallgatok egy-két felvételt, hogy úgy képbe kerüljek. Mert azért ezek nem tudom, Dancing Queen szintű slágerek, hogy az ember egyszerre meghallgatja, aztán már énekli is, hanem komoly koncentrációt igénye. Akkor van esélye arra, hogy egy kortárs zenei kompozíció is első hallásra magas rendű szellemi élmény nyújtson. De ehhez én is kellek. Tehát ezt ne várjuk el a kortárs zenétől, hogy jaj, hát majd százezre jönnek, és akkor mindenki azt mondja, hogy jaj, végre. Megvan ez a kortárs zene irány, ez a minimalista irány, hogy akkor nem tudom, egy hármas hangzat szól, és akkor néha megszól egy, meg ilyen művészetnek nevezett valami, ami ilyen relax zenének is fölfogható, nyilván értsék jól. De hogy ha ezt innen nézzük, akkor egy Beethoven szimfóniára ugyanígy kell elmenjek. Nem mehetek el a hetedik szimfóniát úgy meghallgatni, hogy azt sem tudom, hogy hány tétel, és hogy nincs egy képen róla, vagy hogy esetleg el nem kezd érdekelni. Minek megyek el? Ja, meghallgatom, ó, leesett a karmesternek a pálcán a második tételben, ezzel megy haza az emberek nagy része. Szóval ez a kortárs zenére ugyanúgy vonatkozik. Mindegyikre valamilyen szinten föl kell készülni ahhoz, hogy szellemi élmény nyújtson. Egy picit visszatérve a könyvre, és ugye említett a Nyári Krisztiánt is, akit ugye sokszor ír az a vád a könyvei miatt, hogy bulgarizálja az irodalmat, vagy olyan dolgokat szemezget ki belőle, ami nem szorosan kötődik a nagybetűs művészethez. És ugye mondta azt is, hogy a zeneszerzők halálos betegségeire, a halára kevesebben voltak kíváncsiak, mint a szerelemre, de hogy, és ugye ebben ez a fajta könnyedsége, nincs meg az a veszély, hogy ez akkor valóban elviszi egy olyan irányba, ami mondjuk Nyári Krisztiánnál az irodalmi bulvár, hogy nagyon ilyen művészetből kiindul, de még csak valamilyen blik érdeklődésűvé teszi a nem a szöveg, hanem hogy a közönség befogadása szempontjából. Én minden előadásomat úgy kezdem, az összes szerelmes előadást, hogy ez bulvár. Uh-huh. Tehát én nekem ezzel nem gondolom. Tehát a missziótól távol van, ezek zenetörténeti értelemben kevésbé, de talán kultúrtörténeti értelemben, meg a zeneszerző életrajza tekintetében ezek nagyon tartalmas előadások, de nagyon sok információ kerül elő. Nekem mindössze annyi célom van ezzel, azon túl, hogy mondjuk igényesebb tartalommal szórakoztassam a közönséget, annyi célom van, hogy ezt a fajta komoly zene életre jellemző sznobériát, hogy ha Beethoven nevét meghallom, akkor keresztet vetek, stb. Meg ilyen bronzszoborra gondolok. Ezt egy kicsit így piszkáljam, és inkább egy kicsit közelebb hozzam ezt az egyébként rendkívüli embert. De hát én semmifajta veszélyt nem látok ebben. Most azért valljuk be őszintén, Bősze Ádám elmegy Zalaegerszegre előadni Liszt Ferenc szerelmi életéről, vagy Wagner szerelmi életéről. Mennyiben változtatja meg a világ Wagner recepcióját ez? Ettől függetlenül, hogy Wagner, nem tudom, tényleg
mint magánember. Abban érdekes például, hogy, hogy ilyen kérdése lehet egy embernek utána, hogy ha ez a fickó tényleg ekkora szemétláda volt, akkor hogy lehet az, hogy egy rossz ember hogy tud jó zenét írni? És akkor ott már jöhet az, hogy Magdikával összevitatkoznak, hogy de hát rossz ember volt, de a zenéje is rossz. Ugye Wagner egy ilyen nagyon megosztó valaki, vagy imádják, vagy utálják. De hát ebből lehet. Tehát, hogyha valaki akarja, akkor lehet termékenyen ezt tovább gondolni. Kultúrtörténetileg szerintem egy csomó mindent megismernek. És van 70 percnyi, mondjuk így, igényesebb szórakozás. Mert ebben van, igyekszem humor tenni, van benne zenei részlet, de én nem gondolom, hogy ez bármit rossz irányba vinne. Aki nem akar, ne jöjjön el, nincs lett a támogatás, szabadon lehet választani. És hát igen, szórakoztatás a cél. Bolvár. Ezt nem, igazából nem provokációnak szerintem, hogy a következő kérdésem, csak hogy az viszont mindig nagyon érdekes. Én vállalom, hogy bulvár, tehát ez tényleg az, csak nehogy valaki azért vegye meg, hogy nem tudom, majd megérti jobban Mozart zenét. És mondjuk, hogyha a tévés műsorvezetői pályafutást nézzük, ott azért volt nagyon sok olyan, ami meg ettől a... Mert most, amit akár ebben az eddigi 3-4 órában hallhattak öntől, az is egy viszonylag jól kirajzolható képet adott önről, azt hiszem. De mondjuk, hogyha ha ebből indulunk ki, vagy ha valaki ismeri az ön korábbi pályafutását, akkor is ez a tévés műsorvezetői dolog, ez egy kicsit talán ebből kilóghat. Legalábbis én ezt kívülről így látom, hogy ez mennyire áll távol mindattól, amit addig, meg amit azóta, meg amellett csinál. Tehát, hogy az viszont egy nagyon, az már tényleg nagyon könnyed szórakoztatás volt néha. Az a helyzet, hogy... Én tévésként kezdtem, tehát hogyha a média pályafutásomat nézem, akkor ha ez pályafutás, akkor tévében kezdtem. Magyar Nemzetnél voltam zenekritikus, és onnan keresett meg a Magyar TV-ből Várbíró Judit, hogy a zenei osztályra menjek el koncertet közvetíteni. Mégiscsak zeneakadémiát végzett ember vagyok, próbáljuk ki. Kipróbáltam. Én akkor nemrégiben jöttem ki a szerzetesektől, tehát ilyen tegnap előtt még a Kolostorban voltam, most meg a Magyar Televízió képernyőjén, fantasztikus, és akkor még nem volt kereskedelmi tévé sem. És így vártam az első koncert közvetítés után, úgy mentem ki reggel a kapun, hogy majd senki azt sem tudta, ki vagyok. De nagyon bennem volt ez, hogy most minden mást akarok csinálni, amit ahhoz képest, amit a Kolostorban csináltam. És akkor megkeresett engem egy producer, Gágy Györgynek hívják, ő volt a Familia Kft.-nek a producere, hogy ő most indít egy új játékot, egy műveltségi betélkedőt, azt mondta, és ahhoz kell neki egy ember. Na most a műveltségtől olyan távol volt ez a betélkedő, mint Makó Jeruzsálemtől, én viszont lubickoltam benne, mert nagyon élveztem azt, hogy most egy ilyet csinálok, annak az sehol nem, én magam nem találtam meg a felvételt. Familimpia volt a címe, a Familia Kft. Után szombatonként volt egy órás, egy fél órás betélkedő. Kereskedelmi tévék előtt, főműsor időben. Borzalmas volt. Tehát tényleg, tehát mint ilyen, mint benne dolgozni, az jó volt. De hogy én egyszer valaki talál, egy ember ismert föl utána, az a Győzike volt. És szerintem ezzel egy csomó mindent elmondok erről a műsorról. Tehát, hogy ők voltak a célközönség, akik nem akarnak szellemi energiát befektetni ahhoz, hogy élvezetekhez jussanak, és ezt csináltam. Hát ez nagyon távol áll attól. Csak az én, ez inkább a személyiségfejlődésemnek a kísérő jelensége volt a tévé, hogy én nem akartam, nem is tudtam magam megtartóztatni attól, hogy tévés népszerűséggel kínálnak, akkor én meg most nem fogok ellenállni. 8 év Kolostorban mindennek ellenálltam, most ennek nem akarok ellenállni. Egyébként a... Ja, bocsánat. Nem, nyugodtan. Hogy most itt ugye említette, és ki is tettünk volna rá a szerzetesi élet, ami szintén egy... Tehát messziről nézve ez is egy meglehetősen szokatlan pályafutás, hogy én nézem 8 év szerzetesség után Miért jött el a Kolostorból? Tehát miért nem maradt szerzetes? Azért, ha nagyon röviden akarok fogalmazni, azért nem, mert rájöttem arra, hogy én nem azért vagyok ott, mint amiért ott kellene lenni, vagy mint amiért a nagy része az embereknek ott van.
Én azért voltam ott, mert én ott találtam meg a családomat. Tehát én ott találtam olyan emberekre a kollégium után, ugye a ferenceseknél voltam kollégiumban, tehát ez még plusz 4 év. Én azokat az embereket szerettem, velük voltam jól. És én vágytam arra, hogy ott legyek. És ezért tehát hogy nyilván volt ennek akkor egy ilyen más, tehát ezt akkor én nem mondtam volna ki 18 éves koromban, én nagyon tisztán arra készültem, hogy tényleg szerzőkös leszek. 7 év után rájöttem arra, hogy nem, tehát hogy nekem azért ez a cölibátus nem fekszik, és szeretnék eljönni. És akkor egy évet még gondolkoztam, és utána eljöttem. Tehát ez van a háttérben mindössze. És ennek, és ezt most nem akarom nagyon félreérthetően fogalmazni, hogy valami, nem, hát az már csak, nem, hanem ez inkább csak a, ja nem, hogy Istenben csak irányba nem vinném, nem, csak inkább a kérdés csak az, hogy ebből mi az, ami megmarad, tehát van a szerzetesi létnek, mint ahogy mondjuk a tornászok izmában benne marad az a rengeteg munka, és hiába nem tornásznak utána, még akkor is izmosak maradnak, hogy valahogy a szerzetesi létben is benne van, hogy aki 8 évig, és plusz akkor még, vegyük akkor azt mondjuk, 12 évig egy ilyen szigorú rendszer szerint élt, hogy ez meghatározta a később, mondjuk mai napig meghatározza az életét? Ha a személyiségemet nézzük, akkor igen, ez meghatározó volt. Az, hogy az élet rendemet meghatározza, nem, egyáltalán. Egyetlen egy dologban adott biztos alapot, az a hitem. Tehát, hogy én sajnos, ugye a hit és a vallás, az két különböző dolog. A vallás, a hitnek a gyakorlása, templomba járás, gyónás, stb. Most a katolikusokról beszélek. Ebben nekem nagyon nagy restanciáim vannak, egyszerűen lusta disznó vagyok, és nagyon, tehát hogy ezt nagyon elhanyagolom. A hitem tekintetében ez egy teljesen szilárd valami, tehát hogy én ugyanabban az Istenben hiszek, szerintem ugyanolyan szilárdan, mint akkor, amikor 18 éves koromban beléptem a rendbe. Tehát ez mint így alap, ez megingathatatlanul megvan. Uh-huh. És ez így, ezért én nagyon sok hálával tartozom a ferenceseknek, más miatt is, de ezért meg külön, igen. És ezek, hogyha ha végignézzük, akár csak ami most itt elhangzott, a pályafutását vagy az életét, hát így kívülről nézve komoly hajtűkanyarokat fedezhetünk fel, akár a szerzetességből a Magyar Televízió és ez a műveltségnek nevezetetékedő, akár a Bartók Rádió, és aztán ugye azt, és egyébként ezt azért is kérdezem, mert hogy egy 6 évvel ezelőtt Pető Tibor kollégánknak adott egy interjút még a Magyar Nemzetben, ahol az interjú végén már felvetette, hogy ha esetleg úgy alakulna, akkor ő nem bánná annyira, hogyha a Bartók Rádiótól eljönne, mert hogy új kihívás, és ugye ez mert 6 évvel később ez így is történt, de hogy ezek a hajtűkanyarok az élet hozza így, vagy ez önnek egy olyan, nem tudom, életszakaszokra oszló, vagy olyan életszakaszokra oszlódik azért, hogy akkor most ez egy döntéskérdés, hogy én akkor most itt egy éleset váltok, és valami egészen mást fogok csinálni. Hogy ez hogy alakult így? Szerintem ez a személyiségemben keresendő ment a válasz, hogy nekem egyik szempontból rendkívül előnyös személyiségem van, ugyanis azt, amit elkezdek csinálni, azt nagyon nagy intenzitással, és tényleg nagyon nagy kedvel, a fülhélő szájjal tudom csinálni. De ezt aztán túltolom, és olyan szinten nem figyelem, nem, egyszerűen nem kondicionálom a saját lelkesedésemet, hanem így ilyen bele, minden kontroll nélkül így beleengedem az egészbe, és ez egy idő után így kifolyik, és jön vele a kiüresedés. És akkor sem kondicionálom magamat, ilyen-olyan okok miatt folytatom tovább, de nem tudom folytatni a végtelenségig. És azt nem, az a Magyar Nemzetes interjú az nagyon fontos volt, mert az sokat fordított egyébként a pályámon, a Magyar Nemzet egyébként is, mármint a régebbi. Szóval, hogy jön ez a kiüresedés, és akkor egyszer nincs, tehát hogy és a helyére megpróbál, tehát máshonnan, más csapokból elkezd ömleni ez meg az, és akkor a figyelmem elkezd afele fordulni. És ez csak egy bizonyos ideig lehet így paralel csinálni, aztán már annyira zavarják egymást ezek az erők, hogy muszáj ezt feladni. A Bartók Rádiót én már korábban fel akartam adni, tehát én már bőven egy vagy másfél évvel előtte jeleztem a főnökeimnek, hogy én fel akarok mondani. De akkor nagyon, nagyon kedvesek voltak ezt. Szó ne éri a ház elejét, mindent megtettek azért műsorrend átalakításban, hogy nekem az megfeleljen, és ezért tényleg nagyon kedvesek voltak. De nem, tehát
nekem is akkor látnom kellett volna, hogy ez nem ezen múlik. És mi az új kihívás? Mert ugye itt a könyv, az kézzelfogható. Én nagyon vágytam arra, hogy legyen valami maradandó utána, mert szerintem minden férfi vágyik rá. Én nem tudok építkezni, tehát nekem gondot jelent a fúrás, tehát hogy egy képet felfúrjak, ez egy férfi attribútum az, hogy ki hogy tudja kezelni a fúrót. Nekem ez nem megy, tehát nekem muszáj volt valami más maradandót alkotni, és nagyon vágytam egy könyvre. De most nagyon elkezdett izgatni az, hogy az írás, mint olyan, pedig írtam régen, de kritikákat írtam, hogy a kicsit szabadon engedett fantázia, az mennyire tudom írásban megfogalmazni. Nekem a Bartók Rádión jó érzés volt az, hogy tudtam rögtönözni. És amikor elkezdtem könyvet írni, akkor rájöttem, hogy itt ez az egy dolog, ami nem fog menni. Mert leírod, az így fog megjelenni, ott nem rögtön. Tehát, hogy ez nincs benne. De nagyon, tehát, hogy nagyon vonz az antikváriumom is, amit csinálok. Nagyon vonz az, hogy ezeket az előadásokat, ezeket úgy tudjam belejárni az országot, hogy megismerjem a közönséget. Nekem nagyon fontos az, hogy ha elmegyek Szegedre, ott tudok most már 10 embert, névről ismerek, Kaposváron, ugyanúgy, Pécset, hasonlóképpen. Az, hogy járni ezekkel az országot és a közönséggel kapcsolatot teremteni, beszélgetni velük, akár például ilyen kérdésekről, az egy ilyen első kézből való visszajelzés, és abból sokat profitálok. Mondjuk a könyvírás és ez a szabadon engedett fantázia, ez akár azt is jelenteti, hogy esetleg túllép ezen a szórakoztató ismeretterjesztésen, és mondjuk ebből szép irodalom lesz valamikor, vagy ez? Nem, azért nem. Nem, én ilyen zenei mutatványos vagyok, tehát én nem hiszem, hogy a szép irodalomhoz lenne tehetségem, és régen írtam Eszterházi stílusában, amit emlékszem, megtaláltam, és mondom, te Ádám, te akkor Eszterházit olvastál, ugye, ez pont olyan, és kiderült, igen. De hát erre letettem, nem, ahhoz nekem nincs tehetségem. Nekem nincs tehetségem a gyakorlati zenéhez, későn kezdtem, magam szórakozására zongorázom, vagy egy ilyen kiválasztott kör számára, akik hajlandók eljönni ilyen borzalmakat élvezni. Nekem ehhez van tehetségem, hogy a komoly zenéről beszéljek is, és remélhetőleg majd jól írjak. Meg jó antikvárius is vagyok, talán zenei antikvárius. Igen, ezt is erre is akartam, hogy abból nincs nagyon sok Magyarországon, azt gondolom, ezt vagy legalábbis... Na igen, csak de... a Magyarországon nincs, csak a világon nincs csak belőle, de ez is ugyanolyan, mint a komoly zeneire. Igény, kereslet. Na igen, és ezért volna a kérdés, hogy mennyire tartja el a közönség a komoly zenei antikvárium, tehát mennyire van igény? Mondjuk ezt egy ritka... Nem mondják el senkinek, nagyon kell a közönség ahhoz, hogy a zenei antikváriumot eltartsa. Azért az állam az ott van. És hogyha nem bánod, vagy nem tudom, hogy van-e még esetleg, mert nekem akkor egy utolsó kérdésként, most itt önt hallgatva egyrészt akár a kultúrpolitikai részt, akár a zenei, ugye a zenei közeg sznobizmusát, vagy ami a zenei közeg sznobizmusáról beszéltünk, valahogy mindig egy ilyen finom optimizmust éreztem, mert nem tudom, hogy ezt jól érzékeltem-e, hogy ez egy szándékos, vagy egy tudatos világmagyarázat, hogy egyrészt, hogyha az önhelyén ülő művészek közül többen, akik vendégeink voltak, hát mondjuk, hogy nem voltak ennyire optimisták vagy derülátóak, mondjuk a kulturálisért, vagy egyáltalán mondjuk az ország helyzetét illetően. Tehát, hogy e tekintetben, legalábbis számomra, vagy nem tudom, hogy ezzel hogy vagy Szabos, de hogy egy kicsit optimistább vagy derűsebb kép bontakozott ki. Ez egy szándékos világmagyarázat, vagyis ez is önből jön, hogy igazából nincs akkora nagy baj, ezt lehet, hogy rosszul értelmeztem, de valahogy nekem ez jött le a mostani beszélgetésünkből, tehát hogy nincs akkora nagy baj, a problémák végül is megoldhatók, a kultúra így-úgy fennmarad, tehát hogy ezt... Én ezt így soha nem összegeztem, de örülök neki, hogyha így látszik. Nincs benne tudatosság, hogy ilyen örülök a derülátó jelzőnek, hogy én ezt így fognám föl. Én azt gondolom, hogy az én természetem alapvetően, nekem egy ilyen kedves természetem van. És így is érzem a dolgokat. Amikor valaki nem kedves velem, akkor megijedek. Akkor szembesülök a problémával, és akkor valóban néha megmagyarázhatatlanul reagálok. De nem tudom, nekem van egy ragyogó fiam például, aki elég sokat küzdött az iskolarendszerrel. És egyrészt most azt mondja, hogy külföldön tanul egyetemen. Amikor 18 éves lett, akkor rájöttem arra, hogy ebből a drága kisfiúból egy lassan felnőtt ember lett,
aki rendkívüli módon kedves az emberekkel, és rendkívüli módon kedves a környezetével, szűkebb és tágabb környezetével, és én nagyon büszke voltam rá, hogy ez egy ennyi van csak mögötte, ez a személyiség kérdése. Örökölhettem is, meg biztos, hogy a ferencesek is belejátszanak, mindössze ennyi. És ez a kedvesség akkor, és azt nem akarok én ezoterikus irányba elmenni, de ez a kedvesség, amit kifeléd, akkor azt többnyire vissza is kapja? Hát, hogy akkor ez a... Igen, én úgy érzem, hogy... Igen. Önök is kedvesek voltak. Köszönöm. Hát akkor viszont így most hagyományainkkal ellentétben, nálunk mindig apokaliptikus. De akkor ezt most tudod, igen, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy önöknek köszönjük a figyelmet, és ahogy az elején is elhangzott, hogy a Magyar Hang elsősorban az olvasók támogatásának köszönhető. Pontosan erről van szó, már az elején akartam mondani, csak nem tudtam, hogy mire fut ki az interjú, hogy ez egy baromi jó dolog, tehát ezt kell csinálni, hogy meg kell kérni a hallgatókat, meg a nézőket, hogy támogatják. Tényleg nem, ez nem egy ilyen zenei dolog, hogy az állam tartaná, úgyhogy tessenek. Köszönjük. Ja, hát előfizetni a lapra, illetve követni bennünket a Facebookon, és feliratkozni a YouTube csatornánkra, úgyhogy ahogy akkor Bősz Ádám ajánlásával is. Mindezt nagyon szépen köszönjük, és jövő héten újra jelentkezünk. Köszönjük szépen.